filmes klubunkba ellátogatott Kovács László. Igazi dokumentumfilmes. Rendez, forgat, vág. Otthonosan mozog a szociográfia és a néprajz területén is. Kovács László dokumentumfilmes. Turai kamaszként falubelie Sára Sándor hatására határozza el, hogy filmeket fog készíteni. Már középiskolás korában kezdett el külsősként dolgozni magyar televízióban, és közel 30 évig szerkesztőként, rendezőként több szerkesztőség tagja. Második jelentkezése után nyert felvételt a Színház és Filmészeti Egyetem rendezői szakára, ahol 1982-ben szerzi meg diplomáját. 1974 és 2001 között a Magyar Dokumentumfilm műhely vezetője. 2001-ben megalakítja a Konkám stúdiót, amely napjainkban is szociográfiai, néprajzi és ismeretterjesztő filmeket készít a televíziós csatornák számára. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, üdvözöllek itt a filmes klubunkban. Kutakodtam utánad elég sokat, és azért a te pályáját az tulajdonképpen a fiatalkorodban indult, vagyis az indítatást ott kaptad meg. Hát igen, én köszönöm ezt a meghívást, mert most már az utolsó egy-két napban csak az életemen gondolkoztam, mert egyébként nincs rá idő, mert rengeteget dolgozom, és hát arra jöttem rá, illetve pontosabban Popper Péternek a nagy igazságára, aki azt írta, hogy Indiában, amikor megszületik egy gyerek, akkor nem szerencsér, boldogságért imádkoznak, hanem hogy megtalálja minél előbb az útját. Mert tudják azt, hogy rövid az élet, és hogyha sokat csapongsz össze-vissza, akkor elveszíted azt a lehetőséget, ami ott van benne, ami minden emberben benne van. Most ez azt hiszem, hogy rám igaz. Az én születési helyem, meg a környezetem nagyon-nagyon meghatározott, mint ahogy általában mindenkit. Ez nagyon pozitív volt, nem mint olyan gazdagok lettek volna a szüleim, értelmiségi, paraszti származású értelmiségi volt édesapám, aki kántortanító lett, gyönyörűen énekelt, ezért a turaiak nagyon megszerették és megválasztották kántortanítónak, és ott rögtön összehozott egy csodálatos kórust. 1935 nyara, júniusa volt úgymond sorsforduló a község életében, ugyanis kántorválasztást hirdettek, és aztán sajátos körülmények között került a községbe a mi általunk és én általam is rendkívül szeretett és tisztelt, és példaképemként őrzött, mai napig is őrzött Kovács László kántortanító. A népi mozgalom kialakulását gyakorlatilag ez időtől kezdve számoljuk. Volt tánckarunk, volt énekkarunk, volt nagyon jó, hát először ugye cigányzenekar, népi zenekar, majd utána következőleg, hát ugye Kovács László hangszeres művelődési házi munkájának eredményeképpen egy csodálatos, szép vonós zenekar is. 36-ban már egy évre rá, a Turai Gyöngyös Bokréta már a budapesti programban szerepelt. De nagyon sokan énekeltek, itt több százan vannak ezen itt a képen. Több százan vagyunk, itt egy nagy előkészítés volt neki, nagyon sok munkába került neki, hogy minket így összerendezzen, mert ugye hát háromfajta ruhába is vagyunk, ilyen fehérvarott kendő, meg kázsmér kendő, meg nagysejem kendő. És akkor három, mit tudom én, hány hangra voltunk, több hangra voltunk, én megmondom a latin, hiszek egyet a Credo Unión. Szóval úgyhogy nagy esemény volt, ő vele nagyon jó volt dolgozni, így visszagondolok, hogy dolgozni, akkor gyereklány voltam, mit tudtam én, hogy munkai az, vagy micsoda, ugye. Nagyon sokan jártunk neki énekelni, nagyon sokan. Kántor úrnak csak egy szavába került az, hogy mi énekeljünk, vagy a lányok, én, vagy az iskola énekeljen. 54-ben, amikor Nagy Imre lett a miniszterelnök, akkorra felfedezték, hogy Pest közelében van egy falu, ahova mindig el lehet vinni a külföldi vendégeket, mert fantasztikus élet volt, csodálatos népviselet volt, tánchagyományok, zenei hagyományok voltak, ami mind-mind apámnak volt köszönhető, aki szervezte, éltette, ő maga is énekelt, táncolt, zenét, mindent csinált, a motorja lett ennek a közösségnek. És hát 54-ben Nagy Imrétől második párton kívüliként kapott Kossuth díjat, az első Kodály Zoltán volt, és utána pedig hát egy volt
kántor tanító, aki soha nem hagyta el a hitét, a világnézetét, de kellett, hogy legyen valaki, aki ezt ilyen jól tudja csinálni. Én ebben a környezetben nőttem föl, igazából botlában volt, nem tudtam táncolni. Amikor a kórusban meghívott apám, hogy na, akkor meghallgat, akkor kornyikáltam egyet, már ki is rakott, mert rossz volt a hangom is. Úgyhogy nekem igazából a könyvolvasás mellett a fotózás lett a mániám. Ebben nagyon nagy segítségemre volt, hogy ebben a bizonyos művelődési házban apám volt a igazgató. Ott volt Sára Sándor, aki akkor gimnazista volt, és apám látta a fényképeit, és csinált neki egy fotószakkört. Vett neki egy nagyon jó fényképezőgépet, meg aztán vett neki egy 16-os kamerát is, úgyhogy ő csinálta ott a felvételeket. Én tulajdonképpen megörököltem azt a kamerát aztán, amin a Sára kezdett, és azt a szenvedélyt is. Mikor találkoztál Sára Sándorral? Hát nagyon gyakran, mert a családunk barátok voltak, össze is jártunk. Tehát én tulajdonképpen a középiskolás korra után, akkor is találkoztam, de igazából a nagy benyomást akkor tette rám, amikor 1960-61-ben nagyon büszkén Turára vitte az első játékfilmet, amit ő fotózott. Ez volt a Sodrásban, amit Gál István rendezett, ott a Zsúfolt Urai Művelődési Házba vetítették le. Én akkor egy 14 éves kis kamasz voltam, és csillogó szemmel figyeltem, hát ugye falumbeli volt, a Sára Sándor fényképezte az ő filmje, ott voltak ők is persze, és lehetett tőlük aztán kérdezni. És én megkérdeztem, hogy ezeket a víz alatti felvételeket hogy csinálták, és mondta, hogy akváriumban rakta le, akkor filmes kamera volt, belerakták az akváriumba, és akkor úgy mozgott a vízbe, amikor keresték az eltűnt fiút, aki elmerül a történetbe. És hát aztán sokat mesélt, úgyhogy én ott helyben, azon a, nem tudom, a hatodik sor, tízes széken elhatároztam, hogy csak filmes lehetek. Úgyhogy gyűjtöttem a pénzt, borsószedésre elmentünk napszámba, összeraktam egy pajtás fényképezőgép árát, és utána pedig hát jobb gépek is jöttek, és nagyon sokat fényképeztem. Tehát amikor elhatároztad, hogy filmes leszel, ugye Sára Sándor indítatására, mit gondoltál erről a pályáról? Hát az eléggé vegyes volt, mert ugye részben persze mint kamaszt vonzott ennek a színessége, de igazából én nagyon hamar dokumentarista akartam lenni. Bármilyen furcsán is hangzik, én aztán Budapestre kerültem középiskolába, nem bölcsész lettem, mert édesapám meghalt 14 éves koromban, a családunk egy okos barátja azt tanácsolta, hogy menjek, ne bölcsész akarjak lenni, ne gimnáziumba menjek, hanem technikumba, és hát nem volt könnyű, fölvettek a Kandó Kálmán technikumba, ami akkoriban az ország második legjobb középiskolája volt, és hát így Budapestre kerültem. Ez nagyon fontos volt, hogy belekerültem abba a szellemi pezsgésbe, egyetemi színpadra jártunk, vetítésekre jártunk, tehát a korabeli legfrissebb filmekkel találkoztunk, francia új hullámmal, a cseh iskolával, ott álltunk sorba, és néztük, vártuk, hogy bejussunk a vetítésekre, és én akkor vonattal jártam föl Budapestre, és valahogy megérintett a cseh filmeknek a hatására is, azoknak a munkás embereknek a világa, akik között reggel 17:30-kor én is ott aludtam a vonaton, jóba voltunk velük, együtt kártyáztunk, néha Demison is előkerült a melós táskából. Szóval ez a világ, és akkor én úgy éreztem, hogy nekem is erről a világról kell filmeket csinálnom, nem a színes, csillogó világról. Saját részünkre fogjuk a halat, és hagyományőrző halászatot folytatunk, de ugyanazokkal a szerszámokkal, amivel az őseink. Aki nem szereti a természet, csak azért, hogy halat fogjon, azért el se induljon, mert először is a természet szeretetéért kell menni, akár horgászni, akár halászni. Zolnai Pál, azt mondtad, hogy az a mestered. Igen, a Zolnai Páltól nagyon sokat tanultam, többet, mint a főiskolától, amit aztán, ahova nagy nehezen fölvettek. A főiskolára is többször felvételiztem. Az elsőnél a Helskó osztályba, a Helskó fel akart venni, mert
felfedezte ezt a dokumentumfilmes szemléletemet, csak egy ilyen politikai vitába keveredtem a főiskola akkori pártitkár asszonyával, mert azt mertem mondani, hogy már nem a gyolasz neorealista filmet kellett elemeznünk a felvételin, és ott még a nyomor volt, a háború után egy nyomor, és azt mondtam, hogy nagyon nagyszerű film a Róma 11 óra, de ma inkább a munkásosztály a paradicsomba megy, filmnek a világa van a kapitalista nyugaton, amikor a melósok már azért nem az osztályharcot vívják, hanem azért dolgoznak, hogy legyen egy kis fiatjuk, amivel kivertik a barátnőjüket a tengerpartra, úgyhogy nem vettek föl. De közben elkezdtem a televízióba dolgozni, és ott is egy nagyszerű ember állt mellém, a közművelődési főszerkesztő, Szilveszter András, egy rettentő művelt ember volt, és ő hívott oda, hogy dolgozzam ott náluk, és elkezdtem már akkor filmeket csinálni, de dolgoztam, mint külsős, 5 évig voltam gyakorlatilag munkanélküli külsős, a drámai osztályon is dolgoztam, és oda érkezett meg Zolnai Pál, aki, hát ha ezt még érti valaki, akkor azt mondhatjuk, hogy az ő köpenyéből bújt ki a magyar dokumentarizmus, hiszen az még ugye a nehéz filmes kamerák világa volt, ő könnyű kamerával kezdett forgatni, Ragály Elemér operatőrrel, aki ugye szegény nem régen ment el, és ott bementek az élet sűrűjébe. Tehát kihasználták ezt a könnyű filmes technikát, és olyan közvetlen kapcsolatokat tudott teremteni például a Fotográfia című filmjébe, hogy csak bámultunk. Igen, meg például a Hogy szaladnak a fák, ugye? Igen, az még a klasszikus iskola volt. De hogyha azt ugye megnézzük, azt a filmet, ott a búcsú, ugye a búcsú részletét, ugye az a dokumentalizmusnak az egyik alapja, hogy, és akkor szerintem ez ritkaságban mehetett, hogy a színészeket ugye külön fotografálták, és közben, meg ami élet zajlik, az mind dokumentálva volt. Így van, és hát a színész választásában ott is, ugye Kismanyi, aki fantasztikus hitelességgel parasztasszonyként tudott megjelenni, abszolút elhittem. Ez volt a Zolnai Palinak talán a legjobb ilyen játékfilmje. Ő aztán dokumentumfilmeket készített, és így érkezett el a fotográfiához, amikor a színészeket, a Zalamárkot, meg a Sebőferiéket, akik ott zenéltek, egyszerűen kiküldte a faluba, ott mentek, találkoztak emberekkel, és ebből állt össze a film. De ez kellett a Palinak az egyénisége, aki odament egy nénihez, beköpult egy parasztházba, kijött a néni, nem akarta beengedni ezt a filmes bandát. Pali elkezdett vele beszélgetni, és úgy tudott kontaktust teremteni, hogy 10 perc múlva az a néni már a szerelmeit mesélte el. Én ezt talán nem, hogy eltanultam, talán rám ragadt ebből, hogy ez a lényeg a filmcsinálásnak, a kontaktus. Ezt észrevettem, hogy nézegettem a filmjeidet, hogy tényleg van egy ilyen eredet. Tehát tényleg látszik, hogy sokat tanultál. Hát köszönöm, ha így van. Egyébként nekünk van egy csomó ilyen metszetünk a munkáink során. Forgattál Bonyhádiakkal. Bonyhádon ott a bukovinai székelyekkel forgattunk, aminek persze, mint mindennek itt is van előzménye az életemben, mert 2-szer forgattam. Egyszer a 90-es években, 91-ben egészen pontosan, amikor a Bonyhád és környékére települt bukovinai székelyekkel mentünk vissza Bukovinába. De annak is volt egy előzménye, mert én már a 70-es években elvetődtem Grábócra, ami egy 3 nemzetiségű falu, ott áll a barokk szerb kolostor, találkoztam az utolsó szerb kalugyerrel, szerzetessel. A szerbek jöttek föl a ottomán birodalom elől menekülve, és ott telepedtek le, aztán később tovább mentek, oda betelepedtek svábok ide Grábócra, és aztán ide jöttek a bukovinai székelyek. Mikor a svábokat kitelepítették a házaikba, bukovinaiakat telepítették be. És én rácsodálkoztam, hát ezeket a nemzetiségi kisebbségeket Magyarországon nem mondták, hogy léteznek egyáltalán. Tehát én fiatal emberként ott rácsodálkoztam el, és erről forgattam akkor. Ez volt a menekültek völgye, és akkor forgatás közben tudtam meg, hogy
már el tudnak menni ezek a bukovinai székelyek vissza a szülőföldjükre, a 10 bukovinai községbe, és én kamerával elkísértem őket. Volt olyan, aki a gyerekkorát ott töltötte, fölrakták őket a vonatra, végig kalandozta a Bácskát, Vajdaságot, Magyarországot, amíg itt letelepedtek, és visszamentek, és megkeresték a szülőföldüket, találkoztak a szülőházukkal, az iskolatársaikkal. Egy nagyszerű film lett. 38-ban jött ide. 54 éve itt volt, itt tanított. Az öcsémet tanította, még a feleségemet is tanította ez a tanító. Perinti lékesülni, nincs bele bonni árt, bele májusba. De. Jelúni, nálta persze, hogy lakóbalatóan tűni jel. Csini. Jelékes preut, Denis. Lenga hidas, lenga bonyha, de, la kalaznó. Sőt, érdeklődik, elekes Dénes plébánosunkról, hogy hol van. Élek. 91 éves kalaznó községbe ért Tolna megyébe. Mert azt mondja, neki nagyon jó barátja volt az elekes Dénes plébános, amit ebben lakott azóta a paplakban. Miért nyárt el konost? Menyhárt? Tamás Menyhárt. Sej mort el. Tomáš měl tam morit. Da, mají Iliana, je mají matuša mě. Da. Přijel jeli kde? Nůžtu, Iliana, fata, Iliana. Da, kde se nutí dina Abraham Plutor, kde fola mora jel. Tu jsi Dominika? Da, Dominika. Deci, Pietra, da. Noi am jucat de le-am prăpădit când era străsările. La Nini, egy szomszéd faluból jött ide, akivel én gyerekkoromban játszottunk, hogy majd ő... Ő tűnő, hogy gyerek tényleg. Várjam, tényleg jucat de le străsările. Igen, hát ő egy évvel fiatalabb tőlem, és ugye összenevetkedtük. Az ő apja ott nálunk a malomnál gátőr volt, tehát a vizet ugye gáttal felfogta, és ott gátőröskedett. De adresa și lui de la America, no, ai, nem. Azért mondtam, hogy metszete, mert én meg a svábok kitelepítéséről készítettem most nemrég filmet, és Bonyhádon is többek között, és a kettő ugye összefügg, mert a kitelepített sváboknak a házaiba többek között költöztették a bukovinai székelyeket, akik ugye Újvidék felől érkeztek erre a részre. Van egy másik metszet is, ugye Részbánya. Ja, hát az már az érdeklődésem, vagy egyéniségem másik része, mert engem, mint ahogy mondtam, én műszaki iskolába jártam, Kandóba, nem, valamivel ügyesebb lettem manuálisan is, de egy nagyszerű műszaki szemléletet kaptam ott, természettudományos szemléletet, úgyhogy elég reálisan néztem a világot, és ezért érdekeltek a gazdasági folyamatok. Ez nem volt jellemző a 80-as évekre, pont ezért jött elő ez az életem egyik legnagyobb haszonnal járó filmje, ugyanis olvasgattam a gazdasági újságokat. Mi volt a címe? Kivágjuk-e a rezet? Tehát kérdő mondat, hogy kivágjuk-e a rezet. Ez azért volt kérdéses, mert olvastam egy szaklapban, hogy Magyarországon van egy hatalmas nagy részkincs, Recsken, csak az a probléma, hogy len van 500 méter mélyen kezdődik, itt lefelé kell menni, és ott kezdődik ez a rész ásvány lencse. És hát kiderült, hogy egy, hát azt mondhatnám, hogy szakma bolondja, vezérigazgatója volt akkor az érc- és ásványbányáknak, és az ország összes kutatási pénzét oda tömte le, mert szeretett volna nagyon bányász lévén egy rézbányát. Csak hogy én azt is olvastam a közgazdászoktól, hogy a réznek a világpiaci ára lezuhant, és nem érdemes ezt kivágni, mert iszonyú nagy költséggel jár. És itt kezdődött a film, mert emberi sorsokat és véleményeket ütköztettem, lementem a bányába, 1000 méter mély luk, ott lementünk ilyen bödönbe, ereszkedtünk le,
és iszonyú meleg van, 50 fok meleg, meg nyomás, meg spriccel ott a víz, meg elviszi néha a bányagépet, és ott beszéltem az emberek, akik imádták, amit csináltak, tehát a bányászkodást, a bányavállalat igazgatójával, aki megszállottja a szakmának, és utána pedig leültem az íróasztal mögé a közgazdásszal, aki hideg fejjel azt mondta, nagyon szép, hogy ők szeretnek bányászkodni, de erre rámegy az ország pénze, és ilyet nem szabad csinálni. 50 milliárd lett volna ez a részkomplexum ott, hogyha ezt megcsinálják, az NDK-ba finomították volna a rézércet, ezt nem szabad megcsinálni. Tehát én akkor ezzel a filmmel annyi pénzt kerestem, hogy az egész magyar filmgyártás ki lehet fizetni belőle, ugyanis nagy sellekkel sikerült elérni, hogy leadták, nem, tulajdonképpen nem tudták, hogy mi ez a film, és akkor lemkerült, adásba került, és másnap összehívták a minisztertanácsot, a tervhivatal, mindenki rászállt a televízióra, és ott a gépírónök lázasan gépelték a szöveget, mert nem is tudta a vezetés, az akkori kormány nem tudta, hogy már elment 6,5 milliárd erre a teljesen értelmetlen beruházásra. Úgyhogy akkor ezt leállították, aztán persze sok pénzbe került még az állagfenntartás, de kiderült, hogy nincs szükség arra részre, mert Chilébe és máshogy is a felszínről lapátolják fel a rézércet, egy ilyen mélységből kitermelni marhaság lett volna. Úgyhogy ez a film ez hatalmas gazdasági hasznot hozott. És képzeld el, hogy mi ott forgattunk, amikor bezárták ezt a bányát. Csináltunk egy filmet, az volt a címe, hogy Baráberek, ugye az az aknamélyítők, mert ugye nem lett megnyitva a bánya, és a bánya bezárását mi is dokumentáltuk. Bödön enged a 900-ra. Bödön enged a 900-ra. Fogom. Ezzel a bökkel van a baj. Fogom. Rosszul lenni, jön már magának már könnyebb. Úgy. Köszönöm, kedves megfogni. Még soros reggel van nálam. Fiatal, büszke erő. A baráberek azok, hogy mondjam, haza nélküli csellengők voltak, akik keresték a kalandot, a munkalehetőséget és a jó keresetet. Ezek voltak azok, akik elvállalták a bányamunkákat, az alagúthajtásokat, és természetesen család nélkül éltek, mindig változtatva maguk munkahelyét,
környezetét, és amelyik megnősült, az rendszerint küldözgette haza a pénzét. Táncos lábú ember vagy? Most már igen. Azért a tánc nagyon régóta érdekelt, ugye? Te voltál az első, aki a táncházról filmet készített. Hát igen, ez 74-ben volt. Mi a televízióban akkoriban fiatal, csillogó szemű fiatalok voltunk, összetartottunk, és nem is szeretünk hazamenni, hanem volt a Szabadság térén egy ilyen aulának nevezett hely, ahova leültünk a szabadidőnkbe és beszélgettük, tehát akár egy kávéház vagy klubként működött, és jött egyszer valaki, azt mondta, hogy hú, mit láttam. A íróklubjában, az a Liszt Ferenc téren van, ott rengetegen állnak kint és néznek befelé, mert benn táncolnak, magyar táncokat táncolnak, magyar táncokat. Tehát ez a diszkóvilágnak a kezdete volt, hogy ezt meg kell nézni. Elmentem és láttam, hogy ez csodálatos. Hát ugye én ebben a táncos világban nőttem föl gyerekkoromban, és hogy azt láttam, hogy ott teljesen szabadon, nagyszerű táncokat táncolnak, a Sebőferiék húzták a székit, és hát hú, hát erről forgatni kell, és elkezdtünk járni a Kassá klubba, a Sebőferiék ott játszottak a Halmos Bélával, és hát úgy loptuk a kamerát igazából, mert forgatás után a fiúk nem vitték vissza, a segédoperatőrök, Sáfrány József, meg a Lajos, nem vitték vissza, és a többiek, a Marton Frici nem vitték vissza a kamerát, hanem jöttek nekem forgatni. Úgyhogy ebből összeállt egy film, mai napig vállalható, Nádi Hegedűvel a címe, fönn van a YouTube-on, és nagyon sokan nézik, és írják a mai nap is, hú, hát a tánc az pont ilyen. Most vagyok itt először, és még nem megy. De már tanulgatod? Hát most, 10 perce. Előbb láttam, hogy itt átsorogtatok, és nem táncoltatok. Igen, hát félelemből, mert hogy összeakad a lábam. És még mindig összeakad? Még mindig. De már 15 perc múlva nem fog összeakadni. Az a lényeg, hogy megfordulsz, és akkor már... Erre jó. Egy, nekem ez nagyon tetszik, és örömet okoz, szóval ezt nem is tudom pontosan megmondani, hogy miért. Nem. Jó, könnyebb ez a tánc? Nem a könnyebb, épp talán azért, mert nehezebb. Mi a különbség a beat és e között a tánc között? Hát ez a tánc, ez egy táncrendet kíván, tehát megkívánja azt, hogy a lépéseket megtanuljuk. Nagyon jól megfogalmazták ott a szereplők, hogy mi a lényeg. Az érdekes az az benne, ahogy nyilatkoznak ott, ugye mert ez a kezdet. Tehát, hogy bizonytalanság is, meg hogy nem diszkó, meg hogy én még nem is tudom, hogy táncolt, de ezek a megnyilatkozások igazából adják meg ennek a filmnek az erejét szerintem. És köszönöm, hogy jártad, ez a mai napig is így van. Tehát ha most csinálnék a táncházról filmet, körülbelül ugyanezek a vélemények jönnének meg. Thank you.
Hát mikor elkezdtem táncolni, akkor táncházba járni, akkor azt mondták, hogy hát ez egy pártánc, ez nem élő ez a kultúra, mert ebben nem jönnek új táncok, akkor mi lesz? És amikor közelebb kerültem és elkezdtem megismerni a különböző népek táncait, hát ha 100 táncot nem táncoltam, akkor egyet se, mert ez egy kifogyhatatlan. Azon kívül pedig itt nem a szám számít, hanem hogy tudod megtanulni. Tehát azt a stílust tanulni, ahogy ezt táncolják. Minden népnek a tánca az belülről fakad, egy magatartás, a férfi-nő kapcsolatból fakad, hogy tartják magukat, hogy viselkednek a partnerrel. Van, ahol a kólótípusú körtáncoknak ott mindig férfi dominancia van, tehát ott a férfiak tartanak össze, vagy a magyar néptáncban is abszolút férfi dominancia. Tehát ez egy élet végéig is azon túl is tartó szenvedély. Dokumentumfilmes ...nek tartod magad, ugye? Remélem, az vagyok, igen. Ugye ez egy olyan érdekes dolog, mert te a szerkesztőként, rendezőként dolgoztál az MTV-be, ha jól tudom, és utána lettél dokumentumfilmes. Ez a fogalom mit akar a te véleményed szerint? Nem, én mindig az is voltam. Tehát miközben ismeretterjesztő műsorokat szerkesztettem, rendeztem, riporter voltam, Magyar Televízió közművelődés, a főszerkesztőségen ez lényeges, nagyon sok tudományos műsort csináltunk. Én amellett minden évben készítettem dokumentumfilmeket. A dokumentumfilm az a valóságnak a égimása, úgy mondjam. Tehát egy tömény valóság, amit hitelesen kell tudni megfogalmazni, élményszerűen. Nagyon sok műfaja van a dokumentumfilmnek. Arra voltam kíváncsi, hogy a dokumentumfilmes, mint szakma. Ugye van egy fikciós film, ott van rendező, operatőr, dramaturg, stb. A dokumentumfilmes az mi? Hát a különbséget kérdezed, akkor az egy nulla. Ami a mi vördelmünk végéről hiányzik, mert a filmes szakma sokkal jobban megfizetett, mint a miénk. Aztán a filmes szakmában van munkaidő, nálunk nincsen. Addig forgatunk, amíg ott történés van. Egy játékfilmes azt tud tervezni, másként nem is működik a játékfilm. Én dolgoztam játékfilmben, asszisztensként, van két tévéfilmem igazából, tehát én próbáltam. Az egy sokkal inkább tervezett. Tervezni is kell majd nagyon sokat, sok ember munkáját kell koordinálni, díszlet, jelmez, színész nagyon sokba kerül, tehát ez egy pontos költségvetése. Mi pedig, hát ez a könnyebbsége is, hogy én azért is örültem, mikor elkerültem, mikor kirúgtak a Magyar Televízióból, annak idején 1500 társammal együtt, hogy megteremtettem a saját kis stúdiómat, ahol akkor van kamera, amikor nekem szükség van rá, mert saját kameráink vannak, addig vágom a filmet, amíg az készen nincs, ott van a montírozó is. Tehát ez a függetlenség. Annak idején... Szabadság nem, egyébként? Ez szabadság, igen. Tehát annak idején, ahogy én azt tanultam, hogy visszanyúljak a egyetemi színpadra, a francia újhullámhoz, a kamerasztiló. Tehát azt hirdették Godard, Truffaut, hogy a kamerának úgy kell a kezünkben lenni, mint a tollnak, amivel ugye cikket le, az író, az újságíró cikket ír, meg a kamerával írjuk meg. Tehát, hogy egy olyan könnyed eszközé kell, hogy váljon, hogy mit tudjuk használni. Én nagyon örülök a digitális technikának. Ez a mai digitális technika, amit egyébként sokszor szívnak, egy óriási filmnyelvi könnyebbséget adott. Kinyílt a képi lehetőségeknek a tárháza, és ezt a fiatalok nagyon jól tudják használni. Tehát én folyton nézem a fiataloknak a munkáit különböző közösségi megosztókon, hál' Istennek. Nagyon nyitottak, tagja vagyok a közösségi médiában különböző szakmai csoportoknak, és akkor tanulok tőlük. Folyamatosan kell tanulni. Tehát én élvezem ezt a szabadságot, és igyekszem is használni. Kardis Kalács. Ez egy izgalmas feladat volt, nem? Hogyne, ez meg nagyon nehéz. Mert mi végigkövettük, tehát ez a film, dokumentumfilmezés egyik műfaja, folyamatkövetés, amikor elindulok és egy valamilyen folyamatot végfilmezek. Tehát itt azt követtük, hogy fiatal emberek, akik ilyen
mobiltelefonoznak, cigiznek, mindent, nyeglik, soha nem voltak katonák, ezek valamiért jelentkeznek Hajdúdorogon a Krisztus katonákhoz, ami ott egy nagyon régi hajdú, több évszázados hajdú hagyomány, aminek az a lényege, hogy húsvétkor, nagypéntektől feltámadásig ott állnak karddal, egyenruhába, szoros vigyázba, őrséget a Krisztusnak a sírjánál. Na most ez a mai fiatalok mentalitásától nagyon távol esik, és végig követjük azt, ahogy egy nagyon kemény karakán srác, ő a káplár, ő és az öreg káplárok, hogyan alakítják át őket fegyelmezett, felnőtt emberekké. Tehát, mert ekközben összeszokik ez a társaság, létrejön egy közösség, és létrejön egy átalakulás. Tehát valamivel megérintődnek, mert mikor ott állnak a sírnál, az egy olyan átszellemültség, mondják, egy olyan meditációs érzés, amit korábban soha nem tapasztaltak. Mit nyújtott neked ez az esemény? Hát nagyon sokat, nagyon sokat, mert én nagyon sok vallással találkoztam a világban, járva keresztény vallásokon kívül is, úgyhogy sok szertartást láttam. A görögkatolikus az a bizánci vonalnak a folytatása, tehát a nagyon látványos, nagyon nagy hatásokra építkező liturgia, és ez az emberi lélekre nagyon nagy hatással van. A stábunk egyik tagja rögtön elhatározta egy hölgy, hogy hát ő át fog térni, mert rá akkora nagy érzelmi hatása volt. Nagyon rokonszenvesek voltak ezek az emberek, tehát rögtön sikerült velük nagyon mély kontaktust teremteni. Nagyon fontos, hogy ilyenkor az ember dokumentumfilmesként, ha betörök egy közösségbe, akkor tiszteljem a szabályaikat. A minimum az, hogy tudjam, hogy köszönnek ünnep előtt, ünnep alatt, ünnep után, hogy kell tiszteletet adni a vezetőinek. Tehát így befogadtak, és szinte észre se vettek már bennünket. Köszönöm szépen, és most meg fogjuk nézni a Kard és Kalács című filmetet. Hajdú-Bihar megyei Hajdúdorogon az egykori zsoldos katonák a hajdúk fegyveres szokását őrzi a Krisztus katonaság hagyományának közössége. Húsvétkor, nagypéntektől a nagyszombati feltámadásig kardos legények feszes vigyázban őrzik Krisztus sírját. Majd a vasárnapi pászka szenteléssel fejeződik be a háromnapos szolgálat. Előtte hetekig gyakorlatoznak, hiszen a menetelés, az alakzatok, az őrt állás, embert próbáló feladat. Kell hozzá a testi és lelki erőnlét, mivel van, hogy másfél órán át kell fegyelmezetten szolgálniuk. Az alakzatok nincsenek leírva. A tudást az egymást követő vezetők, a káplárok szájhagyomány útján adják tovább generációról generációra. Újoncok vagyunk, azt még gyakoroljuk. Családból mindenki volt már, úgyhogy nagyapám, apa, mindenki. Rajtad a sor? Rajtam a sor. És milyen? Hogy találod? Jó. Szép hagyomány.
Nem úgy van, mint valamikor volt ez 50, 60, 70, 80, 90 éve. Nap, mint nap abban jártak. A sapkát azért hordjuk, kellene hordani minél többet próbára. A csizmát szintén azért, hogy szokja. A kadot meg azért, hogy szokjon hozzá a karthoz, éljen vele. Amikor én kezdtem, akkor volt egy úriember, ő is 40 évig itt volt, tanította a fiúkat. Tehát abban az átkos korban. És akkor mondta, hogy úgy jöttek este próbára, hogy a nagy kabát alatt hozták a kardot, mert nem merték ki rendelni. Az utcán ugye a rendelők elvitték volna őket. 8 évig voltam káfán. Figyelem! Irány utánam! Lépés! Dől! Emeli a lábát, előre figyel, oldalra figyel, felemeli a fejét, nem a földöt nézd, mert úgyis oda kerül. A húsvét ütött körbe. Nem csak az oltári szentséget őrzi, hanem arra vigyáz, hogy az utókor is tudjon őrtálni a hite mellett. Fizikailag ott kell lenni az embernek, de valahol az egész fejben dől el, hogy ez belül. Ez az első évem. Igazából barátom mondta, hogy lehet jelentkezni, aki görögkatolikus vallású. Igazából nagyon tetszik ez az, hogy fegyelem, katonáskodás és ezek a dolgok ugye, amiatt jelentkeztem főképp. Az első próba volt az, ami úgy nagyon nehéz volt. Ugye a negyedik, ötödik próbánál már így kezdtem érezni a ritmust. Tehát, hogy mit, hogyan, mikor, egyszer. Ez a legfontosabb az egészben, hogy mindent egyszerre kell csinálni. Krisztus katona az a fiú lehet, aki görög katolikus, Hajdú Dorogi, elmúlt 14 esztendős. És nőtlen. Mint minden évben, most is a nagybőjt Beátával hívtam össze a fiúkat, a már korábban szolgálatot teljesítő legényeket, illetve vártunk újonnan jelentkezőket, újoncokat is a szolgálatra. Ugye ez egy emberpróbáló feladat, férfias dolognak tartom, és ahhoz éretnek kell lennie az egyénnek, akár testileg, akár lelkileg. A próbák alkalmával az alaki gyakorlatokat tanítom meg nekik. 4 évig szolgáltam, mint katona. 22 éves koromban lettem káplár. Mindent ugyanúgy csinálunk, ahogy az elődök ránk hagyták. Csak ha már mobiltelefonon hívjátok össze őket. Hát így van, a világ az megy előre. Persze, tehát azért azt látni kell. De erre a 3 napra azért, amikor szolgálatról van szó, akkor tényleg egy kvázi időutazás van, lehet része az embernek, aki jelen van a szertartásokon, akár mint külső szemlélő, vagy mint Krisztus katona. Az természetes, hogy az emberben van egy kis izgalom, meg igen, tehát felelős vagyok a csapatért, aztán sok mindenre kell figyelni, és azt, mikor számba veszi az ember fejben is, akkor akár egy kis aggodalom vagy izgalom azért eltölti. Az előfordul, hogy rosszul van valamelyik katona, akkor ezt a párja kivezeti templomból. Egyszer én is úgy jártam, az éjfélén is ilyen rosszul voltam. Hát melyeket lélegeztem? Örökös aggodalom, hogy úristen, ki ne szédüljön egy katona sem, mert ez előfordul. És én ezt nem tudom megszokni, mindig bennem van, hogy bírják ki ezek a gyerekek. Én is próbálok segíteni, akár süteménnyel készülök, kávét főzök, tehát minden, ami adódik. Hallunk
elmenek Rómába, akkor felmenek. Csak nagypénteken megélve szoktuk, szombaton, meg szombaton délve szoktuk megszólaltatni. Tulajdonképpen a hajdok miből tevődnek össze? Azok jöttek Székelyföldről, jöttek a Páciumból, ha úgy veszük, jöttek Szerbiából, és tényleg itt egy keveredett nép. Mondjuk végül is, ha úgy veszük a vérfrissítés, meg úgy veszük, jó, egy egészséges, hogy valamikor a dologot ő is hívták, hogy rászorul. Hiába itt van nálás, 6 kilométerre, mások a szokások. Az, hogy református, érdekes, hogy ott nem alakult ki ilyen hagyomány. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor is örökké. Amen. Pászka palács megsütésébe segítséget kapok itt Hajdúdorogon. Elsősorban Magdi nénitől, meg Anna nénitől, meg Mária nénitől. Ez a pászka kalács, ez is az eukarisztiát, a szent kenyeret idézi. Nyilván ez nem eukarisztia, de mégis a húsvétkor megáldott kenyér, az Krisztusnak az életét, a búzából készült, eledelt jelképezi. Ez a Jézus teste egy ilyen kis cipó. 12 cipóról osztjuk el a kalácsot, amikor megkelt, és akkor egy ebből idejön. Ez a Jézus teste. Egy ketteság, két kis cipó, ez az ostor, amelyikkel verték. Aztán kétszer négyeságot, az úgy 8 kis darab tészta, kétszer négyeságot, és utoljára ez a fonás, ez is egy kettes, az meg a törzs koronája. Ez pedig az 5 rózsa, az 5 sebét jelképezi. Kevés, ami van, mert ez tele volt végig, mind az összes. Elvitték rendelésre? Hát persze, persze. Hát igen, hát igen, már most kiszállításra, meg rendelésre. Két kilósok, ez a más feleség, kilós, meg még most sül. Ezekben a formákban készül. Erről azt kell tudni, hogy nagyon régi, mert réges-régen itt szóval minden háznál volt egy ilyen. És mikor mi elkezdtük a pékséget, a néniktől, a háziasszonyoktól kértük, hogy adjanak, mert ugye nem volt annyi, hogy nagyüzemileg is készítessük. Ez kalács, amit díszített, az pászka. Kalács tészta, ez is. Annyi, hogy ebben nem szoktunk mazsolát tenni a kalácsba, hogy ez más. Itt látható itt a különbség. És akkor hadd süljön kicsit még. Ez egy kimondottan nagy bőjtélesség, és ezt csak Hajdúdorogon tudják, mások nevéken tudják az országban. Úgy mondanám el, hogy olyan bőjtös, hogy ezt csak sós vízzel dagasztunk be, egy kis olaj van a tésztájába, és sós vízzel. És attól kunkorul, hogy az egyiket ide, egy fordított S-betűt, a másikat meg a marra tekerjük. Ettől kunkorgó nagy péntek délután a Krisztus temetése. És akkor egy szigorú bőjtös nap, és akkor a kunkorgó ezen keretébe sül. Mi van belül? Káposzta. Abban, amiben tudok, segítek, ott vagyunk mellette. Húzom, vigyázz! Magadra ügyesek legyetek! Legközelebb mikor fogsz hazajönni? Este 10-kor. És holnap is hosszú menet lesz. Az biztos. Reggel 6-tól. Éjféli szertartásig sérőzés, aztán pedig ugye feltámadás. Hát ilyen fél 2-ig által. És aztán vasárnap megint csak? Vasárnap pedig reggel 8-tól kezdődik a püspöki szent liturgia, végén pászka szenteléssel. Hát akkor nem lesz sok alvás. Az biztos, a 3 nap az próbára teszi az embert. Thank you.
valamelyik rosszul van, a pár kiviszi, igaz? De már csak, ha nagyon rosszul van. Lője már ki a dumát! Folyamatosan feltakar, nem gyorsít, nem bámészkodik. Figyelem! Irány utánam! Lépés! Dől! Krisztus katonák mozdulatlanul őrt állnak. A káplár időnként átmozgatja őket. Sírbatételi körmenet a halotti lepellel nagypénteken délután Krisztus temetését szimbolizálja. Oh.
Amint a leplet elhelyezték a szimbolikus sírra, az nem maradhat őrizetlenül. A káplár beállítja az első katonát az őrhelyre. Fél óránként váltják az őröket, egészen a feltámadásig. Mi volt? Mi volt? Hát a átmozgatás után a megindult a melkangés. De nem adott föl? Nem. Hát jó, mondom, hogy csak de mi jó, azon a két úr osztályán. Yeah, I'm feeling sensitive.
az, amit most tesztek, a tisztus katonaság, ez a jónak a szolgálata. És én azt gondolom, hogy ha ott benn vagy a sírnál, és éppen őrséget állsz, akkor elgondolkodhatsz azon is egy pár percig, hogy te mi akarsz lenni, milyen ember akarsz lenni. Jónak az ember akarsz lenni, vagy hagyod, hogy eltérítsen utadról a rossz. Azért őrizzük Krisztus sírját, hogy ne felejtsük el. Hogy el ne felejtsük azt, hogy az Isten mit tett értünk. És ti, akik őrei vagytok ennek az ünnepnek is, ez sokkal több, mint ott állni néhányszor fél órát, én azt gondolom. Ez egy nagyon nagy ajándék. És igazából, aki nem lesz Krisztus katona, sose fogja felfogni, az csak legyint egyet, de én is tudnék ott állni. Nem fogja megtudni sose, hogy mit jelent az, hogy azt mondom, hogy én az életemből áldoztam arra, hogy megőrizzem. És itt nem csak, ahogy mondtam, nem csak őrzitek, hanem megőrzitek a hagyományt, az ünnepet, a húsvétot itt dologon, és Jézus Krisztust, az ő jelképességet. Tehát egy óriási és nagyon szép szolgálat ez, amit végeztek. Jó Isten áldjon is meg benneteket ezért. És azért kell imádkozni nekünk, hogy ez a szolgálat dologon mindig is megmaradjon. Azzal fejezném be ezt a néhány gondolatot, hogy ez a szolgálat ne csak ilyenkor tartson meg egy-két évig, hanem mindig ott legyen a szívetekben. Akárhol vagytok, akármit fogtok csinálni, mindig legyetek büszkék arra, hogy ti megőrzői, és legyetek megtartói is ennek az ünnepnek, a húsvétnak, mert rajtatok is múlik, hogy milyen hite lesz a jövő nemzedékének. Amen. Utolsó fél óra állni, már az nehéz volt kicsit. A szertartás alatti időre gondolod? Igen. Az mennyi idő volt pontosan most, amit állni kellett? Másfél óra. És akkor mit csinál az életben maradás? Hát lábúj, mozgatás, kéz, izmok szítése, és így jó volt, nem volt vele baj. Egymással volt valamilyen jelzés, szemkontaktus, valamiféle jelbeszéd? Igen, hogyha jól vagyunk, akkor kacsintunk. Igen. Ha rosszul, akkor ennek nagyon picit rázzuk a fejünket, hogy nem oké. Aha. És akkor tudjuk, hogy mi a helyzet. Itt volt a család ma este, nagypénteki? A misén voltak, aztán mentek. És akkor velük lehetett jelezni valamit? Kacsintani. Reggelt.
akkor én elkezdtem. Ugye, irány utánam. Lépés. Reggeli, mikor lesz? Most megyek érte. Most megy érte. Kell segíteni? Megenni. Ez adomány. Amit kapunk, azt megköszönjük. Zolikám, itt lesz a Krisztus katonáknak a reggelihez való. Friss dorogikifli és a pászka. Köszönjük. Fogyasszák jó étvágyat. Srácok, lehet reggelizni. Ugye, irány utánam. Lépés. Dö! Még egyszer adok. Mert hozzá kellene menni megfelelődni. Uh-huh. Mert úgyis inget kellene cserélni. Zsebkendőt elhoz. Az inkább a lényeg. Mindenki sokszor volt már Krisztus katona? Én most vagyok 8-adjára. Nekem az a 6. év. 6. év. 6. De hát olyan fiatalok vagytok, hogy... Nekem meg most jubilálok, mert 5. 5. ez 8-osok voltunk, mikor elsőnök volt. Aha. Ilyen szép nincs mások. És milyen érzés volt? Jó érzés. Büszkeséggel tölti az ember. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Nehéz utánunk. Egy-két ember idejött, egy-két próbám volt, utána nem volt olyan elhivatott, hogy élesbe is maradjon. Tehát van lemorzsolódás néha? Hát néha-néha előfordul, uh-huh. hogy csak ilyen fellángolás van ott egy-két embernél, de aki meg tényleg komolyan gondolja, az itt is marad. És rájönnek, hogy ez sokkal komolyabb dolog. Hát biztos megérinti. Uh-huh. Biztos megérinti, mert most ezt, hogy így végigcsinálni, szerintem nem, nincs olyan ember, akit így nem érintene meg. Nagy súlya van benne a vallásos része? Vagy inkább ez a férfiasság és a helytállás? Hát azért, szerintem 80-20%. Melyik a 80? A sárga 80. Aha, aha. Több a vallásosság, mint most így a büszkeség, meg a... kifelé így mutatni, hogy mi mit csinálunk. Nincs ebben egy ilyen férfias virtus, hogy helytállok, hogy szép egyenruhában vagyok, hogy megnézek hát, a templomban. Van egy kicsit azért úgy legbelül, meg így, hogy most egymásnak, hogy na most kibírtuk, és akkor hogy csak van egy kicsi benne. Éreztek ilyen csoport szellemet, amikor itt vagytok 3 napig? Kialakul egy ilyen kis közösség? Igen? Hát meg már régóta ismerjük egymást, mert általános iskolában is úgy együtt voltunk, meg baráti társaságok is közel azonos, uh-huh. és akkor úgy csak találkozunk, meg összefutunk az év több napján is. Fontosnak tartjátok, hogy ez menjen tovább az egész hagyomány? Igen. Hallottatok erről a szellemi kultúrás örökségről egyébként? Erről mit tudtak, vagy mit jelent számotokra, hogy fölkerült a jegyzékre? Nagyon nagy büszkeséggel tölt el minket a munkát. A hagyományok, igen, a hagyományok, hogy fennmaradjanak. Van a közösségeteken belül egy hierarchia? Tudom, hát hogy persze, hát aki már idősebb, az már csak jóval tekintélyesebb, vagy nem szól oda az újonc neki, úgyhogy persze van. Vagy például Zolinak is, a káplárunknak. Ma a fiatalok annyi mindent más csinálnak, meg más érdekli őket, hogy miért fontos ez. Hát vajon? Igen, most ha belegondolunk, most a mai fiatalok most ilyen nagy szombaton vagy nagy pénteken mit csinál délután? Nem tud sokkal értelmesebb dolgot csinálni. Ti ezt fontosabbnak vagy értelmesebbnek? Hát értelmesebbnek, persze. Uh-huh. Ez először egy szép dolog. Igen. Ez a kör egy olyan, hogy
évtizedekkel korábban volt katonák is megjelennek, ugye, mert egy olyan közösséget kovácsol össze, hogy szívesen jönnek az emberek ide. Én vallom, hogy ez egy olyan nyomot hagy az emberbe, hogy ez végkísérő az életében szerintem, aki komolyan veszi. Magyarországon, meg a világon szerintem nem létezik ebben a formában, mint Krisztus katonaság, de maga az a görögkatolikusság szellemiségében is, ugye ez egy szinte hozzá nőtt az egész hajdúdorogi közösség, úgymond, mert szinte már szerintem nem is igazán éreznék jól magukat az emberek Krisztus katonák nélkül. Vagy nem is olyan húsvét volna. Annak a hiányát viszont lehet érezni, hogy nem volt soha katonaság, már mostanában, ugye. Az is érezhető volt, mikor volt katona valaki, mert alakiasság szempontjából, tartás szempontjából ugye keményebbek voltak. Kihúzták magukat katona viselt ember, ugye, az nyilvánvaló, hogy ugye azt a képzést, amit kapott, ugye, azt hozta magával, és az mint tartásként tudta magát úgy, mint katona ember tartani. Azt is látni kell, hogy a demográfiai mutatókat nézzük, egyre kevesebben születnek Dorogon. Évtizedes távlatra visszatekintve. Tehát egyre kisebb a merítés, egyre kevesebb legény van, akiből potenciálisan Krisztus katona lehet. Ez egy állandó veszély. Az, hogy ez meddig maradhat fenn abból a szempontból, hogy lesz elég jelentkező. Húsz év gyakorlata. Én voltam a leghosszabb ideig. Én voltam. Most jöttem vissza. Én minden másodjára bevennék, mert olyan jó volt, hogy bent lettem a csendben, mert nekem ez olyan, mint a meditáció. Vagy olyan, mint egy meditáció közelsége, hogy legelől ott állok, közvetlenül a sírnál. Az oltár is közel van, az ikonosztázia, ami a mi templomunkban a legfontosabb hely. Különleges, megtisztelő feladat, hogy itt lehetek. Bár most vagyok idén először, és tegnap, amikor bementünk nagypénteken az egész sor, az egész szakasz, az olyan volt, mint egy ilyen tűzkeresztség. Ahogy beértünk a templomba, egyszer csak felerősödött a dobogás zaja, emberek tele a templom várnak, és ott már megáll a leveg, és minden szem ránk szegeződik, és ahogy beértünk a templomba, egyszer csak egy ilyen, mint egy ilyen adrenalin bomba. Éreztem, hogy a szívem szaporábban ver, és hogy be kellett állnom arra, hogy ott megnyugodjak, és levegőt kapjak, és hogy betöltsem a szerepemet, hogy mozdulatlanul, mert az kihat a többiekre is. Hogyha én mozgok, hogyha én felkészületlen vagyok, ezt így éreztem, hogy nem csak magamnak, vagy a rám néző tekinteteknek kell megfelelnem, de hogy felelek a fiúkért is. Én is Dorogból származom, itt él a családom, itt születtem, itt nőttem föl, de most Lengyelországban dolgozok, élek. És nagyon örülök, hogy bekerülhettem így is a csapatba, hogy hazajárhattam, meg tudtam oldani a próbákat, és hogy bevettek. Nagyon jó, hogy egy csapattá tudjuk válni. Thank you.
Körmenet, megállunk a templom főbejáratánál. Imádságok, feltámadás és lopás. Papság bemegy a templomba, utána megyünk mi. A párjára figyel. Figyelem! Irány utána! Lépés! Dül! Vasárnap reggel elkészítjük a pászka kosarat, teszünk bele fő tojást, 11-et, mert 12 apostola volt Jézusnak, és Júdás nem kapott, mert ő elárulta, és ezért ennek a jelképe szerint 11 tojást, fő tojást szokunk beletenni. Rátettük a sonkát, a sárga túrót, sót, azt nem felejtettük el sosem, hogy sót kellett, szentelt sót, és akkor, mikor ezeket megpakoltuk, de elhelyeztük a kosár alján, akkor tettük rá szépen a pászkát. És akkor ezzel indult a család, egy évet használtunk a kosarat is, meg a pászkát, és máskor sose. Az apuka vitte a bort, leraktuk a kosarakat a körbe, tehát a templomon körbe van. Mindenkinek megvan a szokott helye. Miért pont kenyér és bor? Kenyérnek szoktuk mondani a megélhetést, az életet. Kenyérnek mondjuk azt a kalácsot, ugye, amit eszünk. Tehát a kenyér az mindent jelent, az emberi életet, a munkát. A bor pedig az embernek az örömét, a vidámságát. Tehát az egész ember benne van kenyér és a bor misztériumában. Valóban. Valóban.
Megállunk a templom előtt, mint az éjféli mise körmenetének a végén. Figyelem! Irány utánam! Lépés! Dül! Amióta én szolgálok, illetve amióta káplár vagyok, igyekszem, hogy minél inkább nőjön a presztízse annak, hogy valaki Krisztus katonaként szolgál. De azt gondolom, hogy alapvetően általános megbecsülés övezi a szolgáló legényeket. Oh,
aki egyszer beáll Jézus sírjához, az örökké fogja őrizni Jézust, illetve Jézus is őt. Úgy lesz jó vezető valaki, hogyha gondoskodik az utódlásról is. Egy ideje már ilyen szemmel is figyelem a srácokat, próbálom kiválasztani, aki a nyomdokaimba lépett, aki majd káplárja lehet a következő években a csapatnak, de ebben egyébként segítségemben vannak a régebben szolgáló és visszajáró katonák is. A Krisztus katonaság hagyománya Hajdúdorogon 2016-ban került felvételre a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. Dr. Csonka Takás Eszter igazgató adta át a Szellemi Kulturális Örökség jelképét ábrázoló táblát a Krisztus katonák képviselőinek a Hajdúdorogi Főszékes Egyházban. Hogy értékeli akkor apaként és volt Krisztus katonaként a fiúkat, meg a fiát szokta ilyenkor úgy figyelni, hogy minden rendben van-e, vagy inkább izgul értük? Melyik az erősebb, a kritikus szem, vagy az izgalom, vagy talán jaj, minden jól menjen? Talán az izgalom az, hogy tovább tudjuk vinni. Sokan elmennek, sok ismerősöm van, aki külföldre is, vagy innen el, de ha mindenki feladja, akkor kimaradt. Valakinek ki kell tartani, akármilyen nehéz, én úgy vagyok. Két apa és két fia, és ráadásul testvérek is, ugye? Igen. És unokatestvérek a fiúk, és mindenki Krisztus katona, és voltak, ugye, hogy beszéltünk róla tegnap, káplárok is. Így van. Milyen megélni, amikor a fia állott a Krisztus katonák között? Hát, kemény. És megtudok. És te, hogy érezted magad? Jó. Ez volt az első? Igen. Alkalom? Igen. És milyen érzés? Jó. Jó? Büszkeség? Vagy? Hát az is egy fajta büszkeség. Uh-huh. És nagyon nehéz volt végig szolgálni? Olyan közepes. Nehéz is, de... Viszont szép. Megszokjuk. És akkor tovább adják a hagyományt. Szeretnénk. Jövőre is jönni? Hát persze. Ebben az adásban azt is szerettük volna bemutatni, hogy mi késztett bennünket dokumentumfilmeseket arra, hogy bemutassuk környező világunkat. Beszélgettünk szociográfiáról, néprajzról, rólunk. A filmben bemutattuk azokat a fiatalokat, akik ápolják hagyományaikat mai modern világunkban is. Köszönjük figyelmüket, és várjuk Önöket a következő filmes klubban is.